Mintegy 20 köbméter építési törmeléket helyezett ki az egyik most elítélt vádlott. A férfi Őcsényben egy termőföldön rakta le a szemetet, csak hogy a tulajdonosok néhány nappal később észrevették. A hatóság fel is szólította a szemetelőt a kupac eltüntetésére, aki ennek eleget tett. Ettől függetlenül viszont a feljelentést nem úszta meg. De nem csak ő, az élettársa is a hatóság látókörébe került. Az asszony ugyanis szintén Őcsényben 2 köbméter hulladékot rakott le egy üresen álló területre. Az ügyüket egyesítve tárgyalta a bíróság. A korábban büntetve még nem volt vádlottal szemben próbára bocsátást alkalmazott, azaz nem szabott ki büntetést, hanem a büntetés kiszabását halasztotta el próbaidőre. A másik vádlott, akit szintén elítélt a bíróság, ő már volt büntetve, illetve nagyobb mennyiségű veszélyes hulladékot helyezett ki, ő pénzbüntetést kapott. A szerelmes pár mindkét tagja veszélyes háztartási hulladékot helyezett el illegálisan. A bíróság a vádlottakat azért ítélte el, és azért szabott ki büntetést velük szemben, mert bontási anyagokat, veszélyes hulladékokat helyeztek ki engedély nélkül a várost, illetve a községet kívül átölelő területre, ahol ez csak engedéllyel lett volna elhelyezhető. Az ítélet jogerőre emelkedett, mert azt a vádlottak és az ügyész is elfogadta.